élethal mérkőzések egyértelmű. Erre volt az alapszakaszunk, hogy minden játékelemet csiszoljunk és átvegyünk, ami úgy gondolom megtörtént. Voltak jó hangulatú edzéseink az utóbbi napokban, ahol csak ezekkel foglalkoztunk, hogy ezeket a játékelemeket átvegyük. És jön az első főpróba hazai égen, és nagyon szeretnénk jól kezdeni ezt a középszakaszt. Igen, fiatal csapat vagyunk, és nagyon fiatal keret, de azért mindenki már 18. életévét betöltötte, és tudja, hogy ez egy nagy lehetőség számára, hogy megmutassa magát, hogy a profik között bent tud maradni, és meg tudja mutatni, hogy ő mit is tud. Szerintem senkit nem kell motiválni, mindenki érzi ennek a súlyát. Készen állunk, hogy nekivágjunk a középszakasznak. Milyenkor minden játékosban él a bizonyítási vágy. Mindenki tudja, hogy ez a legjobb időszak a szezonnak, itt már hibázni nem nagyon lehet. Mentálisan kell erősnek lenni, én úgy gondolom. Itt ugye a speciális játékok szerepe az nagyon nagy lesz a mérkőzéseken, úgyhogy reméljük, hogy ezekbe fogunk élni majd az adott lehetőségeinkkel. De nagyon összeszedetten és kompaktan kell védekeznünk, és amit olyan sokszor említettünk, hogy az ellenfél kapuja elé pedig muszáj lesz bemennünk és úgymond piszkos gólokat szerezni. Vannak olyan dolgok, amik taktikai dolgok, amikben még van hova fejlődnünk, rajta is vagyunk az edzéseken, de most nagyon jó hangulatba telnek az edzések, és gőzerővel megyünk. Ugye voltnak egy edzőcsere, aztán pár újabb légiósuk is jött, azóta nagyot fordult náluk a világ. Több csapatot is meg tudtak szorongatni, voltak nagy győzelmeik, majdnem utolértek minket ugye az alapszakasz végére. Úgyhogy egy teljes egyenrangú ellenfei bárkinek a ligában, veszélyesen játszanak, gólerősek, fegyelmezetten védekeznek tényleg. Azt kell mondjam, hogy csapatként küzdenek így egy külső szemlélőnek, úgyhogy izgalmas mérkőzés lesz, az biztos. A hoki klub, ahogy ment a szezon, egyre jobban erősödött, egyre jobban jött föl. A végén, az alapszakasz végén nagy csatát is vívtunk velük, hogy kikerüljön előrébb. Egy izgalmas meccset számítok, ami pörgős lesz, de bízok benne, hogy mi leszünk az erősebbek és a jobbak. A lényeg az, hogy betartsuk miket az edző mond, és azt csináljuk, ahogy le van az írva. Bízok benne, hogy ez így is lesz, és hogy a csapat 100%-ot tud nyújtani, és akkor rendben lesz minden. Lábbal védi kiskapus, az ismétlés pedig becsorog!